Köszöntöm a Szópárbaj nézőit. Vendégénk ezúttal Farkas Őrs a Kérdemblokktól, Szakács András a Méltányosság politikai elemző központtól, valamint Kiszeli Zoltán politológus elemző. Szervusztok, urak, jó estét kívánok nektek is és a kedves nézőknek is. A hétvége rossz értelemben vett sláger témája, de egyértelmű vezető híre szerintem azért mégiscsak az volt, hogy egy Bajnai Gordon részvételével megtartott ellenzéki tulajdonképpen kis tüntetésen ledöntötték a jelenlegi kormányfő szobrát, és azt különbözőféleképpen hurcolták ide-oda, amíg nem kikötöttek a Hungaroccel szobor darabjaival a terrorháza előtt a szervezők. Nos, hát nézzük meg ezzel kapcsolatos összeállításunkat. Hojta.at. A magyarok egyáltalán nem elégedettek Orbán Viktorral, a dühüket vasárnap kifejezésre is juttatták. A szolidaritás megmozdulásán 2000-en tiltakoztak a jobboldali konzervatív kormány ellen, ennek során bontották le jelképesen a magukkal hozott Orbán szobrot. Sztálin az emberiség egyik legkegyetlenebb hóhéra volt, emberek 10 millióinak gyilkosa és életének megnyomorítója. Orbán Viktor rossz irányba vezeti Magyarországot, le kell váltani. De lehet Sztálin és közte egyenlőségjelet tenni? Ezen az úton hazánk a katasztrófába rohan. Ugye érdekes módon nem csak Fodor Gábor, hanem a Szocdemek két vezetője, Smuk Andor, Árok Kornél, de legfőképpen akik megemlítendőek, Mesterházi Attila MSZP elnök és egyik frakcióbeli helyettese Tóbiás József is elítélte, ízlésük ellen valónak tartotta ezt a megmozdulást, sőt, aztán a kedves nézők kevéssé figyelhették meg a Facebookon, vagy kevéssé figyelték meg, hogy még a volt SZDSZ és Őrsi Mátyás is teljes mértékben elhatárolódott ettől a módszertől, miközben azért némi mosolygásra fakaszt minket, teljesen mindegy, egyébként szerintem, hogy kivel szimpatizál, de szerintem mindenkit mosolyra fakaszthat az, hogy a magyarok elégedetlenek, írja ez az osztrák portál, és 2000-en tiltakoztak. Tehát ezt hogy, hogy lehet összetenni ezt az egészet, az elégedetlenséget? Valami, mi a véleményetek arról, hogy voltaképp mi is történt? Lényegében jól összefoglaltad a hétvégének a sarokpontjait, tehát egy olyan rendezvényről beszélünk, ahol Hojta.at, ugye 168 óra bele tudott azért kapaszkodni, és valóban ki tudta terjeszteni ezt az egészet a teljes magyar választó rétegre, valóban 2000 emberről beszélünk. Tehát egy olyan rendezvényről beszélünk, amely egyértelműen a baloldalhoz köthető, és lényegében az összes jelentős baloldali politikus elhatárolódott tőle, illetve az összes jelentős baloldali szervezet. Hát Bajnai Gordonon kívül, akiről viszont nem tudom, hogy ti el tudjátok-e dönteni, hogy milyen politikus, mármint baloldali, zöld baloldali, radikális baloldali, neoliberális, centrista, balliberális, mert én már kapkodom a fejem, ti nem? Ez nagyon, nagyon érdekes megvizsgálni két szempontból. Bajnai Gordon beszédjét, illetve a magyar demokrácia szempontjával az egész hétvégi tüntetést. Én elolvastam a beszédet, a beszédnek a leíratát, és ami nagyon-nagyon feltűnt, az az, hogy mennyire átvette a kormányzat, illetve a Fidesznek ezt a kicsi militarista szlengét, ezt a militarista kommunikációt. Ő is emlegette, hogy fülkeszabadság, harc, harc, forradalom, és ez nem idézet volt akár például Orbán Viktortól, hanem szerves része volt a beszédnek. Ez engem azért lepett meg, mert korábban nem volt ez tetten érhető, maximum csak idézte ezeket a különböző elemeket egy-egy beszédben, például Orbán Viktortól, de most használta is őket. Ez szerintem problémát jelenthet hitelességi szempontból, hiszen egyik napról a másikra váltott egy ilyen kommunikációban Bajnai Gordon, de az is igaz, hogy a szolidaritás, ami mindig kemény volt, mindig radikális, mégsem mehetett oda az eddigi kommunikációjával. Tehát ezt az egyik legfontosabb látni, hogy Bajnai váltott most. A második pedig szerintem azzal nincs semmi probléma, mert egy demokráciának a konszenzus, illetve a konfliktus az a szerves része. Akkor működik jól egy demokrácia, az megvan. Ha vannak olyan civil szervezetek, amik a konfliktusokat élezik, illetve felszínre hozzák, az nem probléma. Egy pártnak pedig az a feladata, hogy a konszenzust megteremtse a végén, főleg egy kormánypártnak. Persze ez nem lehet élesen elkülöníteni egymástól, mindegyik fél, mindegyik részben szerepet vállal, de én itt tudnám elkülöníteni. A probléma ott kezdődik, hogyha egy, nem mondom, hogy a szolidaritás párt, de nagyon közel áll ugye egyes pártokhoz a magyar hát politikai rendszeren belül. A Bajnai Gordon pártjának, az Együtt PM egyik alkotóelemének, az Együttnek az egyik alapító szervezete. Hogyha egy ilyen szervezet kezdi el a konfliktusokat élezni, ami
sokkal inkább a konszenzust kéne, hogy megteremtse, akkor kezdődnek a problémák, mert akkor feltetjük a kérdést, ki fogja megteremteni a konszenzust. Ki teremti meg a konszenzus, Zoltán? Hát ugye a szavazók döntenek, és a parlamenti mandátumarányok után kell a programok mentén konszenzus teremteni. Így lesz kormánytöbbség, és ez a kormánytöbbség lesz képes arra, hogy a programját megoldja többségben. Nyilván, és a konszenzus igény az egy valós igény a magyar lakosságban, hogy a kisebbségi véleményt is vegyék figyelembe. Amit itt a felvezetéssel kapcsolatban én is megjegyeznék, hogy a 2000 ember azért is kevés, nagyon kevés, mert a szolidaritás lenne ennek a bajnai féle hármas párt szövetségnek az egyik legaktívabb része. Ugye korábban ők voltak azok, akik az úgynevezett bohóc forradalommal több tízezer embert vittek az utcára, és ehhez képest most ennek csak a töredékét tizedét tudták az utcára akkor vinni. Akkor tízszer annyian voltak. Hát ez az, ugye miután akkor még egy olyan veszély leselkedett talán a rokkant nyugdíjasokra, korkedvezményes nyugdíjasokra, ami 300-400 ezer embert érintett volna. Kiderült, hogy 30 ezer embert vezettek vissza a nyugdíjból az aktív munkapiac felé, tehát nem 300 ezer ember érdeke idézőjelben sérült, hanem idézőjelben csak 30 ezer, akiket tényleg visszaküldtek dolgozni. Egy másik szempont, én azt hoznám fel, hogy említettétek, hogy milyen politikusok határolódtak el ettől, vagy kiknek nem tetszett. Egészen véletlenül, ha megnézzük, hogy ezek a politikusok melyik csapatban fociznak, az pont nem a Bajnai Gordon csapata. Tehát ők inkább az MSZP-hez húznak, vagy maguk az MSZP-s politikusok, és én mindig őszintén, talán naivan... Vagy Őrse DK-hoz. Elfogadom azt, hogy mondjuk tényleg őszintén felháborodtak, és egy őszinte stílusbeli különbség is van, de hogyha kicsit megkaparjuk ezt a cukormázat, akkor azt láthatjuk, hogy bizony Bajnai és az MSZP között verseny van, és még Bajnaiék mereven elzárkóznak a picikkel való párbeszédtől, akár Fodor Gábor, akár a DK, akár más pici pártokkal való párbeszédtől, addig az MSZP az, amelyik nyitottnak mutatkozik, lebegteti ezt továbbra is, minimum az október 19-i pártkongresszusáig. Hát ilyen szempontból azzal, hogy most pont azok a politikusoknak az ízlése finomodott meg, akik mondjuk korábban is Bajnai Gordonnal politikailag riválisak voltak, vele szemben fogalmazták meg magukat, ők is hasonlóan, vagy akár verbálisan, ők nyilván nem a tetlegességben, de verbálisan ők is nagyon határozottan beszélnek Orbán Viktorról. Elég Vadai Ágnesre gondolni, vagy Mesterházi Attilára, amikor a saját MSZP-s közegében van Miskolcon legutóbb. Tehát azt lehet látni, hogy ez a törés ez továbbra is jelen van a baloldalon, és azt látom, hogy itt Bajnai Gordonék egyre inkább elszigetelődnek. Tehát miután mindenki velük szemben fogalmazza meg a pozíciókat, de pont azért, mert ők nem hajlandóak tárgyalni a kisebbekkel. Ők ragaszkodnak a 31 egyéni választókerületükhöz, az országos listájukhoz, és nem akarják újra nyitni a tárgyalásokat, mert nekik ezzel kéne nyerni. Nagyon nehéz egyébként a számok miatt. Zoli, említetted, hogy a pici pártokkal és a DK-t is közé soroltad, közéjük soroltad. Na most a demokratikus koalíciónak, ha tetszik, ha nem vidéken, ugye a szervezeti infrastruktúrája az már kiépültebb, mint a bajnai féle alakulaté, miközben Gyurcsány Ferenc, ami csak 1-2%-a is, de ugye kezd följönni, Bajnai Gordonék pedig visszaestek gyakorlatilag a bejutási küszöb környékére. Elképzelhető az, és ugye Bajnai is elkezdte ezt a konfrontatív stílust, ami viszont nem áll olyan jól, ha tetszik, hanem megint csak, mint Gyurcsány Ferencnek, aki ezt viszont sajnos, de sikerrel tudta és tudja még mindig részben alkalmazni. Elképzelhető, hogy köztük egyébként verseny alakulhat ki, hogy melyik lesz a második legnagyobb baloldali párt az MSZP mögött? Hát ugye, ha megvizsgáljuk, hogy milyen megállapodást kötött az együtt az MSZP-vel, akkor ezt a kérdést alapvetően fel se tehetnénk. Ugye az arra irányul, hogy aki majd, az lesz majd a miniszterelnök jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapja, vagy aki a több szavazatot kapja majd a pártlistákon. Tehát eredetileg Bajnainak azért nem a második helyre, hanem az első helyre kéne hajtania, de valóban jól említetted, hogy körülbelül tavaly, amikor, ahogy ő szokta említeni, hogy visszatért a politikába október 23-án, akkor ilyen 14% körül mérték az együtt Millát körülbelül. És ernyő szervezetet akart a teljes Fidesztől balra lévő tábor fölött. Így van, és ebből most már lényegében kezd oda visszacsúszni, hogy ő maga is azért el kellett határolódjon ettől a Dobmann-féle lassan a sporthíradóba bekerülő miniszterelnöki fejrúgástól, ami ott a szobor ledöntése után ugye megvalósult. Tehát nem tekinthetünk el attól, hogy Bajnai megállapodott az MSZP-vel, ezáltal, ha úgy veszük, a szolidaritás is megállapodott az MSZP-vel, és ebből következnek egyébként ezen az eseményen túl olyan egyéb események is, mint például a legutóbb a 18. kerületben mutatták be, jól emlékszem, talán Simon Gábor lesz ott a közös választókerületi elnök, és a Simon Gábor egy ilyen mi atyánkot parodizáló mondatot ejtett el, és utána felállt egy perccel később Bajnai, és elkezdett ettől elhatárolódni ott helyben. Tehát ez várható. Szerintem a második helyért való csatározás a Gyurcsány Ferenccel az
az nem merülhet fel kérdésként Bajnainak a fejében, de valóban ebbe az irányba tart. András? Bajnainak szerintem egyértelmű, hogy váltania kellett, illetve az egész csapatának váltania kellett, mert ugye szó volt arról, hogy 14%-ról kezdtek el visszaesni, és ezért, és most tartanak ott, hogy igazából egy kis pártnak lehet őket tényleg tekinteni, és valamit váltani kellett, hogy, vagy úgy tűnik, hogy váltottak, mert azt, hogy elment egy viszonylag radikális közösségbe, ahol nyilvánvaló volt, hogy az előtte való felszólalók, a történések azok sokkal-sokkal keményebbek lesznek, mint egy egyszerű millásgyűlés, ahol egyedül felszólalók lesznek. Vagy mint egy haza és hadás konferencia, ez egyébként valóban nagy tudású Balázs Péterrel. Tehát valamit nyilván keményíteni kellett, mert szó szerint kilógott volna a tömegből, kinézték volna a tömegből. Most ez kérdés, hogy ez csak a szolidaritásnak szólt, vagy valóban tovább mennek ezen az úton. Nem feltétlenül biztos, hogy baj, hogy elindulnak egy ilyen irányba, hiszen az egyértelműen látszik, hogy szavazatokat nem szereztek a statisztikák szerint. Persze ez nem jelenti azt, hogy a rejtőzködők között nem nyertek meg egyre több embert, de ez ugye majd a választások éjszakáján fog csak kiderülni, erre pedig azért annyira nem szabad játszani. És akkor most bulvárosan lesz két DK-nk, és lesz egy baloldali, hát nyugodt erőszerűség Mesterházi vezetésével? Szerintem nem számíthatunk egyébként arra, hogy Bajnai elmegy felé a radikális irány felé. Itt nyilvánvalóan meg kellett felelni annak a szervezetnek, akinek a hátán felkapaszkodott, azért valljuk meg, de őt szerintem továbbra is ezt a polkorrekt, közép, jobbról-balról meg akarunk szólítani embereket vonalat fogja képviselni. És kivel akar megszólítani, mert nem sikerült megnyerni, annak idején ugye mondta Sólyom Lászlót, Mellár Tamást, Ángyán Józsefet, több jobboldali szubkultúra által elismert vezető értelmiségét, és hát senkit nem sikerült megnyerni, pedig ezt artikulálta Bajnán keresztül Szigetvári Viktoron át több mindenki az együtt vezérkarába, tehát ki által akarnak mondjuk mérsékelt jobbosokat megnyerni, hiszen centrista csak úgy lehet valaki, hogyha jobbról is szed szavazatokat. Hát, szerintem nagyon jól most lerántott a leplet Bajnairól. Ezek az emberek, akiket felsoroltál. Már kezdem szégyelni magam sok dicséret miatt. Akiket most felsoroltál, ők lényegében aztán eltérő időben, de megjelentek az LMP mellett, hogyha jól emlékszem, tehát Mellártól vagy kezdve, vagy többé, vagy kevésbé. Ángyánon keresztül mindenki járt most már lassan arra, és a Bajnai valóban azok mellé kerül be, akik egyébként korábban a kormányának a parlamenti többséget biztosították. Zoli, lehet centrista még Bajnai Gordon? Hát az igény az továbbra is ez. Ugye ők azzal indultak a haza és haladás tavaly augusztusi egyébként nagyon profi tanulmányából, hogy az egész országban egyenletes támogatottságot kell szerezniük. Ők akkor még az MSZP-t is hozzászámolták ehhez, és az látszik, hogy Budán, illetve a Dunántúlon, ahol polgárosodott abba a társadalom, jobb módú is, illetve hát inkább jobboldali, mert a szocializmusban ért sérelmeket ott az emberek még jobban megegyezték. Hát igazából ez az ő problémájuk, hogy hogyan tudnak ott szavazatokat szerezni. Az a Jobbiknak is egy problémája egyébként, hogy Budán és a Dunántúlon hogyan tud szavazni. Vélhetően ezek, hogyha ilyen emblematikus személyeket le tudnának igazolni, akkor ez működne. De hát látjuk, hogy Kerékvárci Szabolcs, aki korábban az MDF-nek volt a szóvivője, hogy ő a Gyurcsányékhoz igazolt le. Tehát vannak ilyen... És az is kérdés, mennyire emblematikus ő, nem hát megbántva a felkészültségében? Nem, nyilván egy felkészült emberről van szó, de azt látjuk, hogy ezek az emberek, akik most ott kikötnek, akár Debrecen József korában, vagy mások, ők inkább ebben a baloldali szubkultúrában ismertek. Tehát ők a baloldali újságnak nyilatkoznak, inkább a baloldali hírtévének vagy tévének nyilatkoznak, és ugye ezért ők a baloldalon számítanak idézőjelben az emberarcú konzervatívnak. De a kereskedelmi médiumokban, illetve hát a jobboldali szubkultúrában nyilván nem, de ott nem nagyon ismertek. Tehát ez is egy hátrány a baloldal számára, hogy olyan embereket igazol le, akiket leginkább a baloldal ismer konzervatívnak, polgárinak, nemzeti érzelműnek, de a bizonytalan szavazók vagy a többség pedig egyáltalán nem. Igen. No hát mindeközben pedig miközben volt egy bécsi választás is a berlini után, úgy nem mellékesen, azért mégiscsak ez az ország bajára figyel továbbra is. Nézzük meg, hogy miért. A Frankfurter Allgemeine Zeitung kiemelte, hogy az ellenzék elérte a bíróságon a szavazás megismétlését az egyik bajai szavazókörben. A Fidesz szerint a baloldali ellenzékiek szállítottak 4 autóval választókat a szavazókörhöz, és a baloldal nem tud becsületesen választási kampányt folytatni és veszíteni, írta a német konzervatív lap. A pártok jó ideje függetlenítették magukat a jogszabályoktól, olyan élet-halálharcot vívnak, és ebben a környezetük támogatja őket, amelyben minden eszköz megengedett, a törvényi szabályozás emlegetése pedig naív szépelgés.
Most kis gonoszka voltam, mert ugye két olyan idézetet citáltam egy külföldi és egy belföldi cikkből, amely lényegében azt pedzegeti, hogy vagy így, vagy úgy, de van arra mozgástér a magyarországi nagyobb pártoknak, hogy elég kreatívan értelmezik a választási szabályt, illetve a mozgósítást. 2002 óta ez egy állandó, hogy mondjam, probléma? A bajai választás önmagában, hogyha csak kommunikáció szerint nézzük, és nem jogszabályi szinten vagy történelmi szinten, akkor egy óriási labda volt, amit egyébként érdekes módon pont a szolidaritás durrantott ki. Nem lehetett lecsapni gyakorlatilag, hiszen elvitték a sót Orbán Viktor szobrának a ledöntésével, és most lett volna egy olyan potenciál, egy olyan lehetőség az ellenzékbe, amit nagyon jól ki tudott volna használni. És ez nem jelenti azt, hogy ott tényleg csalás történt, vagy nem. Nem is akarok ítélkezni, ez nem is számít. A kérdés az, hogy mit lehet kihozni az helyzetből egy párt számára, egy szervezet számára, és gyakorlatilag azzal, hogy pont egybeesett ez a két akció, megölték a bajai lehetőséget. Ugyanakkor lehet, hogy ez egy szándékos húzás volt, mert hogyha megnyeri az ellenzék Baját, esetleg vagy olyan nagy arányú győzelmet tud abba a választókörzetbe összehozni, akkor az még nagyobb potenciált ad arra, hogy igen, látja mindenki, a hatalmat csak akkor tudja megőrizni az erejét, hogyha csal. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy tudatos döntés volt, de minden esetre szerintem nem hozták ki még Bajából azt, amit lehetett kommunikáció szintjén. Ős? Hát én visszább csatolnék és talán európai szempontból nézve akkor, ami ugye itt szóba került, az azért nagyon fontos leszögezni, hogy más se hallottunk az európai közvéleményben, meg az európai sajtóból, csak hogy ez a kormány a bíróságokat befolyásolja, elfogadtak egy Tavares jelentést, és hogy mennyire nincsen szabadság ebben az országban. Azért azt gondolom, hogy azt példaértékű, vagy nem példaértékű, tehát azért ezt meg kell említeni, hogy most egy olyan döntés született, ami a jelenlegi kormányzó párt ellen van, ha úgy veszük, mert lényegében azért az ő győzelmüket hozó választási eredményt semmisítettek meg, de a szocialisták, és ahogy pontosan jól is fogalmaz, nem lehetett pontosan eldönteni azt, vagy nem a jobboldali közélemény, vagy a európai közélemény azt hozta ki, hogy nem lehet eldönteni azt, hogy ezt most a baloldal, vagy a jobboldalnak az eredmény. És pontosan, ahogy fogalmaztál, elvitte egyrészt a Fidesz kongresszus is, és másrészt ez a szolidaritásos akció is ennek az egésznek az élét, és hát most ugye be is jelentette Bajnai meg Mesterházi, hogy akkor visszamennek, és előről kezdik ezt az egész bajai kommunikációt. Na de ez mégiscsak lehet tavasz a hivatkozási alap ugye az ellenzék számára, hogy na, az ő narratívájuk szerint a Fidesz-KDNP csalt Baján abban a körzetben, a Fidesz meg mondhatja, hogy na, 2002-ben már az MSZP-sek ugye választói névjegyzékkel mozgósítottak, igen, komoly nagyságrendben, a kis pártok pedig mondhatják jövő tavasz, hogy na, a nagy pártok mind a kettő ugyanazt csinálja. Ez várható egyébként? Biztos lesz egy ilyen forgatókönyv is. Én azonban azt hangsúlyoznám, hogy a baloldal szerintem azért is próbálja lecsökkenteni ennek a bajai választásnak a jelentőségét. Még lesz, hogy nem sokára november elején Békés Csabán is egy választás. Ott már 5 balliberális párt sorakozik fel majd egyedüli baloldali ellenzéki jelölt mögé. Azonban azt látni kell, hogy Baján is, Békés Csabán is a baloldali ellenzék egységesen indul, felsorakozik 5-6 párt egy jelölt mögé. Azonban ez 2014-ben nem így lesz. Akkor külön listákon indulnak, és most ez a szinergiahatás érvényesül, most ugye az különböző pártok szavazói egy helyre szavaznak. De a választáson, az egyfordulós 2014-es parlamenti választáson, ott pedig dönteniük kell, és ott ezek a hatások, amikből most profitálnak, akár nyernek, akkor nyilván ebből nyernek leginkább, hogy össze tudtak fogni, de ott ez a hatás 14-ben már nem fog így érvényesülni. Összeszámoltam, ahogy mondott Zoli, összeszámoltam, ha a Jobbikot és persze a Fidesz-KDNP-t nem számoljuk, akkor 11 lista, ha úgy tetszik, a Fidesztől balra, most mindegy, hogy liberális, zöld, vagy klasszikus baloldali, vagy posztkommunista lista, de 11 lesz jelen állás szerint. Lehet, hogy pára még összebútoroznak, de így is fél tucatnyi fölött lesz. Hát ez komolyan gondolják egyébként a balos pártok, hogy ilyen fragmentált módon bármit is kereshetnek? Nagyon röviden, szerintem ebből 3-4 párt az, amelyik komolyan vehető. Nyilván az MSZP a legesélyesebb, hiszen az MSZP jelöltje lehet az, akit a legesélyesebbnek tartanak helyi szinten is. Bajnaiék és Gyurcsányék azok, akikkel még számolni kell, illetve hát az LMP-vel, akiknek ez a baloldali katyvasz nem tetszik. A többi kicsi párt, akármennyire is tisztességesek a szándékaik, szerintem nem nagyon rúgnak labdába.
És ugyanarra lyukadunk ki, mint az előző kérdésnél, hogy a szavazók megszólítása az sokkal inkább adott esetben a másik pártoknak a szavazói felé fordulást eredményez, és nem a bizonytalanok vagy az egyébként a politikától elfordulók irányába. Tehát itt most ők létrehoztak egy saját versenyt, az egyébként jobb és baloldalon versenyen felül, és hát szerintem ez a baloldal tekintve borzasztó káros lesz a választási eredményeket tekintve. Szoktam olvasni jobbos lapok olvasóinak kommentjeit, úgynevezett kommentjét, és szinte mindig az a hangütés az uralkodó, hogy ez az egész egy kamu, úgyis összefognak mind a végén. András, szerinted összefognak mind a végén? Hát nagyon nehéz kérdés. Iszonyatosan messze van a választás, és egyébként pont az ausztriai kampány mutatta meg azt, hogy mennyire messze lehet egy választás, ugyanis hogyha megnézzük a Neosznak vagy a Team Stronachnak a múltját, akkor azt lehet látni, hogy igen, kevesebb mint egy év alatt össze lehet rakni egy sikeres pártot, ami meg tudja ugorni az ott 4%-os, sőt a Team Stronach az itthoni 5%-os küszöböt is meg tudta ugrani. Ezek milyen irányultságú pártok? Hát, hogyha ne azt nézzük, az egy abszolút liberális, tehát a városi fiatalokra játszó párt, illetve a Team Stronach az egy jobboldali, kisé populista és euroszkeptikus párt. Uh-huh, tehát uh-huh. Azt lehet látni, hogy gyakorlatilag mindkét oldalon van arra példa, hogy igenis lehet újként bejutni. Tehát nem igazán lehet most megmondani, hogy összebútoroznak, nem, kinek van esélye, kinek nincs. Szerintem igazából az fontos, hogy az emberek belül mit éreznek, hány listát látnak maguk előtt. Aztán, hogy a papíron fizikailag 11 vagy akárhány lista van, lényegtelen, ha ő csak négyre emlékeznek, mert akkor keresni fogják alapon azt a négyet, és a többit szerintem annyira nem fogják mérlegelni. Nem kell sokáig aludni, hogy megtudjuk a végleges választ. Október 12-én lesz a Demokratikus Koalíció kongresszusa. Szerintem Gyurcsány Ferenc felvonultatja a 106 jelöltjét, és azt mondja, mi visszalépünk, ha lesz megállapodás. Ezzel ő magát úgy mutatja, mint aki a megállapodást támogatja. 19-én lesz a nagy nap, az MSZP kongresszusa. Megtöltenek egy stadiont, mindegy, hogy a Szimacsarnokot vagy a Sportarinát, buszoztatják az embereket, hogy megtudják egyébként, hogy össze buszoztatják. Igazából itt lesz a kérdés, mert ha az MSZP úgy dönt, hogy lezárja a jelöltállítást, és többet nem tárgyal a jelöltekről, onnantól kezdve már nincsen esély arra, hogy a baloldal mégis egy ilyen taktikai cselel összefogjon, és utána 23-án Mesterházi Attila és Bajnai a mai ismert tervek szerint kiáll a Milla színpadára, és közösen aláírják azt a megállapodást, ami a kettejük megállapodása, és az összes többi kicsi pártot, Gyurcsányékat, Fodor Gáborékat és a többi kilencet pedig valahol máshol hagyja. Tehát igazából én azt gondolom, hogy 19-én, ha az MSZP úgy dönt, hogy lezárja a jelöltállítást, és többet nem tárgyal a választási szövetségről, onnantól kezdve annak az esélye, hogy ezt a kongresszusi döntést egy újabb kongresszusi döntéssel a szocialisták felülírják, már nagyon rövid lesz, hiszen elindulnak január közepén a választási előkészület. De a DK még visszaléphet mondjuk az önkormányzati választásokra adandó posztokért cserébe, nem? Szerintem Gyurcsány Ferenc a parlamentben szeretne frakcióvezető lenni, neki az nem jó, ha ő Budapesten lenne a budapesti közgyűlés frakcióvezetője, sokkal kisebb figyelem irányul bármelyik önkormányzatra, mint a parlament. És akkor az EP listán sem lehetnek aspirációi szerintetek? Tekintsünk el attól, hogy mondjuk az egyéni jelöltekben meg tudnak állapodni, és minden szervezet mögéjük áll, de nem irigylem azokat a baloldali szavazókat, akik egy listán látják majd a Puk Lászlót, és egyébként őt fél éven keresztül oligarcházó Karácsony Gergelyt. Hát nem őket én sem irigylem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nézőinknek pedig azt köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Viszontlátásra!